Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése mit fog tenni, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére a hold utal. Ez a kártya, ami középen található. A hold jelentheti az ő anyukáját. Sőt, itt a közelben van a ház, az utalhat a szülői házra is. Ezek az anyai érzelmek jelenthetik most a kapcsolatot az anyukájával, de lehetnek gyermekkori emlékek is. Amit a hold még jelent, az ő érzelmei, a vágyai, a reményei, az álmai. Hiszen álmodik vagy álmodozik rólad. Milyen külső befolyás alatt áll, erre utal itt a horgony. A Lenormand kártyánál a horgony jelenti a munkát és a hivatást. Itt vannak munkahelyi kapcsolatok, vagy valaki van a munkahelyén és megpróbálja őt befolyásolni. Mi az ő következő lépése, mit fog tenni, erre utal a könyv. Mivel itt a közelben megjelenik a munka és a hivatás, ez lehet egy továbbképzés is, hogy ő ezt tervezi. Amit a könyv még jelent, az ő tudása, és ezzel kicsit dicsekszik. Amit a könyv még jelenthet, ezek a titkok, hiszen ő zárkózott. És mivel ő zárkózott, ez számodra olyan, mint egy fátyol, ezért jelenik meg itt a felhő. Itt ez a három kártya a te helyzetedre utal. Tehát itt beborult valami. Nem látod tisztán a dolgokat, hiszen nem beszél nyíltan érzelmekről, nem mondja el azt, hogy mit tervez. Viszont itt lesz szerencse, hiszen megjelenik a négy levelű lóhere, azon kívül itt a kettes szám utal a ti kapcsolatotokra. Visszatérve a felhőre. A felhő az egy időkártya, és fél évet jelent. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert előfordulhat az, hogy ez az esemény, vagy ez a személy visszatér hozzád. Lehet, hogy fél évvel ezelőtt ő nagyon zárkózott volt, és jelenleg itt lesz a szerencse, hogy kicsit nyitottabb lesz veled szemben. Persze a felhő, ez a fél év jelentheti a jövőt, és hogy tervez veled valamit, itt ki akar építeni veled valamit fél éven belül. Ez egy jó irány, hiszen itt látható a szerencse. Amit a ház még jelenthet a te otthonod, hogy ő meglátogat téged, lehet az ő otthona is, hogy szeretné az, hogy te látogasd meg őt. Amit a ház még jelenthet, a családi kapcsolatok. Például kapcsolat az anyukájával. Lehet, hogy az anyukája elmond neked valamit, amit ő eddig eltitkolt, hiszen látjuk azt, hogy ő nagyon zárkózott. És ez a beszélgetés számodra előnyös, hiszen itt megjelenik a szerencse. A munkát, a hivatást illetően, hiszen itt a horgony ezt is jelenti, ebben az esetben a ház az lehet egy közös tevékenység, amit ki tudtok építeni, és a könyv jelenti azt, hogy megvan hozzá a tudásotok. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!